Jó estét kívánok, kedves nézőink! Az Emplén Televízió Metinás című kulturális magazinját látják. Tartsanak velünk ma este is! A 2023-as év egyik fő célja az volt a Petőfi Irodalmi Múzeum a Magyar Nyelv Múzeumának, hogy sikeresen nyissák meg a Petőfi emlékéhez kapcsolódó időszakos kiállításukat. Ezt és persze más terveket is megvalósítottak az elmúlt évben a kulturális intézmény munkatársai. Többek között ezekről beszélt Nyíri Péter igazgató évértékelőjében. Számos előadás, versenyek és különböző kulturális programok színesítették a 2023-as évét a Petőfi Irodalmi Múzeum a Magyar Nyelv Múzeumának. Célok, tervek, amelyek mind megvalósultak. Erről beszélt Nyíri Péter igazgató stúdió beszélgetés keretében. 2023-ban ünnepelte a Magyar Nyelv Múzeum a 15. születésnapját, és bár április 23-án nyílt meg 2008-ban a Magyar Nyelv Múzeuma, 2023-ban nem azon a napon ünnepeltünk, mert hogy voltak konkrét tervek, mégpedig a Petőfi évhez kapcsolódva. Az egyik fő célja az évnek az volt, hogy megnyissuk az időszakos Petőfi kiállításunkat az akadémiai teremben. Ez május 12-én sikerült is, egész úton hazafelé Petőfi vándorlásai című kiállításunk azóta nagyon sok látogatót fogadott, bemutatjuk a mindig úton lévő, a garaboncias diák Petőfit, és mindig örömmel mondjuk, hogy bár ennek a mai világnak az egyik kulcsszava a digitalizálás, és tudjuk, hogy a digitális térben élünk, de pont ezért, hogy ne ugyanazt kínáljuk a betérő fiatalnak, mint ami egyébként körülveszi őt. Ebben a Petőfi kiállításban egy érintőképernyő kivételével nincs multimédiás megoldás. Ellenben van kiállítva szekér, és van három játszható társasjáték, és bizony a fiatalok, a kamaszok is, vagy a felnőttek is nagyon szívesen dobálják a dobókockát, és lépegetnek a János Vitéz társasjátékkal. És a Petőfi kiállításhoz kapcsolódott, és a Petőfi évhez pontosabban egy Petőfi utaztatási program, amelynek keretében közel 1700 fiatal érkezett kifejezetten múzeumpedagógiai foglalkozásra a Magyar Nyelv Múzeumába, és a Petőfi kiállításhoz kapcsolódik egy kiadvány is, amely már nyomdában van, tehát ennek a munkálatai 2023 második fél évében folytak. Ez az egész úton hazafelé címet viselő kiadvány, ez egy múzeumpedagógiai kiadvány, 32 oldalon kapcsolódik a Magyar Nyelv Múzeum a kiállításához. Ez volt a fő csapás irány, és a Magyar Nyelv Múzeumát azért kezdtem úgy, a 15. évfordulót május 12-én ünnepeltük a Petőfi kiállítás megnyitójával, illetve másnap, és ez is terv volt, mert másnap 13-án rendeztük meg a Zempléni Múzeumok Fesztiválját, a Zempléni Közművelődési Intézmények és Múzeumok seregszemléjét, határon innen és határon túl is megszólítottuk az intézményeket. Tehát ezzel a két nagy rendezvénnyel ünnepeltük a Magyar Nyelv Múzeum a születésnapját. Ezek voltak a fő tervek, miközben természetesen megrendeztük a hagyományos rendezvényeinket, pályázatokat, versenyeket. Ha említette igazgató úr, hogy több ezer gyermek, diák látogatott el ugye az intézményben, hogyan állítják össze egyébként a múzeumpedagógiai foglalkozásokat? Most volt egy egészen konkrét program, a Petőfi évhez kapcsolódtunk, és minden helyszín, amely helyszínek ebben a nagy programban benne voltak, a Petőfi Irodalmi Múzeumtól kezdve Kiskörösön át Széphalomig, Petőfi témában kínáltak foglalkozásokat. Nekünk természetesen a Petőfi kiállításhoz kellett kapcsolódnunk,
és ezért a Petőfi vándorlásai témát hoztuk előtérbe, illetőleg volt egy forradalmi nyomozás című a kertbe is kivezető múzeumpedagógiai foglalkozás. Tehát ebben az esetben kapcsolódnunk kellett, ezt örömmel tettük a Petőfi évhez. Másrészt pedig az a jó, hogyha egy múzeum a saját profiljába illő múzeumpedagógiai foglalkozásokat kínálja. Nekünk természetesen Petőfi mellett Kazinczy az örök témánk, és az anyanyelvnek a különböző területei. A mi esetünk azért más egy kicsit, mint a többi múzeumé, ha akarom, akkor nagyon más, mert anyanyelvi múzeum egyetlen van a Kárpát-medencében. Tehát azt, amit mi anyanyelvi múzeumpedagógiának nevezünk, jelesül, hogy mit lehet kezdeni az anyanyelvvel, mint témával fiatalok és felnőttek számára egy közgyűjteményi intézményben, például egy múzeumpedagógiai foglalkozáson, és ennek az elméletét és gyakorlatát, mivel mi vagyunk az anyanyelvi intézmény, itt kell kidolgozni. Úgyhogy természetesen más intézményben is így van ez, de nálunk meg talán még inkább, hogy folyamatosan formálódik, gyarapszik és változik a múzeumpedagógiai kínálat. Megvan a gerince az egész kínálatnak, de hát jönnek újabb és újabb témák, amelyeket igyekszünk bevezetni, és amelyek ki is jelölik azt, hogy milyen úton érdemes haladni, amikor anyanyelvi művelődésről beszélünk, vagy anyanyelvi múzeumpedagógiáról, anyanyelvi ismeretterjesztésről. Mennyire lett egyébként az ilyen múzeumpedagógiai foglalkozások, mennyire lettek előtérbe helyezve egyébként az iskolások, kisiskolások számára? Ez változott egyébként az elmúlt évekhez képest? Nagyon is változott, igen, az elmúlt másfél évtizedben, de például a Magyar Nyelv Múzeuma életében is az elmúlt bő egy évtizedben jött fel nagyon a múzeumpedagógia, mint tevékenység, és a múzeumpedagógia iránti igény is. Valójában egy múzeumban több mérőszám van, a látogatószám jó adat, a bevétel jó adat, még azt is meg lehet nézni, hogy átlagolva vagy arányosítva egy belépő látogató hány forintot költ el a múzeumban, nyilván ez egy kicsit torz kép, mert nem mindenki ugyanannyit költ, de mégiscsak egy jó mérőszám, amellyel lehet játszani, de fontosabb mérőszám az, hogy például hányan kérnek olyan szolgáltatást, amely nem jár alanyi jogon. A mi múzeumunkban meg lehet tekinteni a kiállításokat úgy is, hogy nem kérnek tárlatvezetést, kapnak tájékoztatást, de ha valakinek ahhoz van kedve, hogy önmagában barangoljon, akkor persze a kollégák támogatásával, de végig tudja nézni a kiállításokat, de dönthet úgy, hogy kér múzeumpedagógiai foglalkozást vagy tárlatvezetést. És ezek száma is meglehetősen nagy, több százan kértek tárlatvezetést, és még többen kértek múzeumpedagógiai foglalkozást. Tehát azt látjuk, hogy a pedagógusokban egyre nagyobb az igény arra, remélhetőleg a diákokban is, bár ha akarják, ha nem, ha a pedagógus kéri a foglalkozást, akkor a diák részt vesz rajta, hogy vegyenek részt a foglalkozáson, azaz mélyedjenek el egy-egy témában jobban. Tehát megismerik a Petőfi kiállítást, de még kérnek egy múzeumpedagógiai foglalkozást Petőfiről is, amely miután nem közoktatási keretek között történik az oktatás, lehet, hogy egy kicsit könnyedebb, nagyon mély és fontos információkat ad át, de a múzeumnak megvan az az előnye, hogy sajátos tárgyi környezetet kínál. Nekünk ráadásul ott van egy 5,5 hektáros kertünk, ki tudjuk vinni a fiatalokat oda is, tehát nagy igény van arra, hogy részt vegyenek foglalkozáson, és ez azt is jelenti, hogy az ott töltött idő is megnövekszik. Hát 3-4 órát is eltöltenek, örömmel mondom, a Magyar Nyelv Múzeumában. Nem csak keresztül szaladnak a múzeumon, hanem valóban sok időt ott töltenek, és így arra is nagyobb esély van, hogy megragadja őket a helyszellem, és valóban lelki-szellemi táplálékkal menjenek el. Mert minden mérőszám előtt a legfontosabb, hogy milyen élményt visznek magukkal. Talán minden évben elmondom, de hát most is elmondom, hogy a legfontosabb bejegyzés számunkra az, és ez rendre visszatér tucatjával a vendégkönyvben, de szóban is elmondják, hogy örülünk, hogy itt jártunk Széphalmon, mert erősödött a nemzeti identitásunk. Ahogy ők ezt megfogalmazzák, örülök, hogy magyar vagyok, vagy örülök, hogy ez az anyanyelvem, örülök, hogy magyarul írt Petőfi, és így tovább. És ez a feladata a Magyar Nyelv Múzeumának, hogy a nemzeti azonosságtudatot erősítse, mi ott pont azzal, hogy az anyanyelvi kultúrát mutatjuk meg. A farsangi időszakhoz, mint a legtöbb magyar ünnepkörhöz, rengeteg szokás, néphagyomány kötődik. A paraszti kultúrában ebben az időszakban mulatságokat, bálokat rendeztek, de vízkereszt és hanvazó szerda között tartották a lakodalmakat is.
A máig élő szokások között volt már eleink idejében is a maskarás, állarcos felvonulások. A téltemetés is egy régi hagyomány, melynek eltérő formái vannak a magyar nyelvterületeken, de jellemzően mindenütt a farsang farkához köthetőek. Farsang a vízkeresztől a hambazó szerdáig terjedő időszak. Kezdete január 6-a, végét pontosan nap szerint nem lehet meghatározni, hiszen utolsó napja a húshagyó kedd húsvéthoz, mint mozgó ünnephez hasonlóan eltérő, mindig 47 nappal előzi meg húsvétot. A farsang már eleink idejében is az önfelett mulatozások időszaka volt, bálokat, vidám népünnepélyeket rendeztek. Két böjti időszak között vagyunk, hiszen az advent az egy tánctilalmi időszak, ugye jön a karácsony, az már nem, az már ugye ott már rendeztek bálokat régebben, tehát karácsonyi bálokat, meg hát családi összejövetelek, tehát az már tényleg a mulatás. A szilveszter és az új év az pláne, a báli szezonnak úgy mondhatjuk így, hogy a kezdete, de ugye január 6-ától pedig, amikor elkezdődik a farsang, onnantól folyamatosan mulatságok voltak, bálok voltak, nem csak a fiatalok részére volt lehetőség táncolni, mulatni, hiszen azt tudjuk, hogy a hagyományos paraszti kultúrában a házas embereknek és azoknak az asszonyoknak, fiatal asszonyoknak akár, vagy idősebb asszonyoknak, akik férjhez mentek, azoknak már nem volt lehetőség, nem illett a bálba menni mondjuk a nyári időszakban, de ilyenkor rendeztek házasok báját, ilyenkor rendeztek asszonymulatságokat, asszonybálokat, tehát ahova ők is mehettek, és nem csak a fiatalok vették ki a részüket a mulatságból. A magyar hagyományokban a farsang a párválasztás időszaka volt, továbbá ekkor rendezték a házasságkötéseket, mennyegzőket, hiszen az ezt követő nagybőti időszak alatt tilos volt lakodalmat tartani. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a néprajznak a mai világunkban mi a jelentősége, mi a szerepe, és sokszor keressük a párhuzamokat, vagy nézzük azt, hogy mi az, amit a mai világban is még megtartottak a régi szokásokból, illetve mi az, ami felhasználható abból a hatalmas tudásból, amit a paraszti kultúrának nevezünk. És érdekes módon pont ez a dolog, hogy a lakodalmaknak az időszaka az a farsang volt, illetve a szüret utáni időszak volt régen. Ez teljesen átalakult mára. Tehát ez nem maradt meg a hagyományban, hiszen ma a lakodalmaknak az időszaka az a nyári időszak. Meg hát nem is ott kezdődik a farsang, hogyha a lakodalmak, vagy ha a párválasztásról és a férfi-női szerepekről beszélünk, hanem ott kezdődik, hogy ugye ilyenkor aki nem talált párt magának, azt mondták, azzal már valami baj van. És ugye egy 17-18 éves lány az már vénlánynak számított. Tehát 16 éves korban mentek, 15-16 éves korban már férjhez mentek a lányok. És ugye ilyenkor voltak olyan szokások, amikre azt mondjuk összefoglalóan, hogy vénlány csúfolás, de igazából ez kemény szokások voltak, mindjárt részletesen is beszélünk róla, kemény szokások voltak és valóban csúfolódó dolgok voltak, de megvolt a maga szerepe. Hiszen a paraszti kultúrában a rend, az életnek a rendje az volt, hogy férjhez mennek a lányok, megszületnek a gyerekeket felnevelik, stb. Stb. Azt mondtuk, hogy vénlány csúfolás. Hát itt a mi vidékünkön is volt ilyen, a Bodrog közben például, hogy kongózásnak nevezték, vagy tuskóhúzás is volt. A kongózás az volt, amikor kolompokkal, karikásostorral, csengővel, akár még kereplővel is vonultak végig a falun, és olyan hang volt, olyan hangot adtak a legények, mintha hajtanák a gulyát, máshol szűzgulyahajtásnak is nevezték ezt a szokást, és megálltak a vén, úgymond azoknak a lányoknak, akiket vénlánynak tartottak, megálltak a háza előtt, és akkor ott még nagyobb zajt csaptak, és be is kiabáltak, hogy akinek van szűzleánya, hajtsa ki a szűzgulyába. Tehát azért mondom, hogy elég durva, valóban durva dolgok voltak ezek, sőt, tovább megyek, itt szintén a Bodrog közi leírásokból tudjuk azt, hogy
ilyen repett, törött csuprokat megtöltöttek korommal, és hozzávágták a házfalához ilyenkor. Na most képzeljük el, hogy meszelt fehér falu házak voltak, tehát a koromot milyen foltot hagyott, vagy milyen dolgot. És ugye hasonló szokás volt az a tuskóhúzás, amikor egy rönkre kötöttek madzagot, vagy kötelet, azt húzták végig, azzal is megálltak a házaknál, volt, hogy bementek az udvarra, körbehúzták az udvaron. Olyat is hallottunk, vagy olyan leírást is olvastam, hogy felszántották az udvart, tehát az ekével mentek be az udvarra, felszántották. Na most ezek tényleg durva dolgok voltak. Tréfálkoztak a legények például azzal, hogy leakasztották a kaput, és elvitték a falu másik végére, és ott kicserélték egy másik kapuval. Vagy volt olyan is, hogy éjszaka szétszették a szekeret lent az udvaron, felvitték a padlásra vagy a tetőre, és ott összerakták. A farsang időszakot jellemezték még az állarcos, maskarás felvonulások, emellett a télüzés-tavasz köszöntés időszaka is. Ez utóbbi szokások főként a farsang farkához köthetőek. Ezek a hagyományok még ma is megtalálhatóak a magyar nyelvterületeken, eltérő formában. Voltak olyan alakosgadók és olyan állarcosok, akik csak ijesztők voltak, vagy ilyen akár boszorkányok, vagy ilyen csúnya maszkok lehettek. És érdekes, hogy ezek nem mindig készített maszkok voltak, mert egy maszk az is maszk, amikor szilvalekvárral bekente az arcát, és belenyomta az arcát a tolba, a taluba, és ugye ott ráragadta a talu a szilvalekvárra, és ezzel már tulajdonképpen felismerhetetlenné vált. Meg nagyon sokféle formája van a maszknak, akár textilmaszkok, akár fa állarcok, ugye gondoljunk itt a legismertebb magyarországi farsangi népszokás, most is a mohácsi busójárás, akkor is, hogyha ez nem magyar népszokás, azért nagyon sok párhuzam megvan a magyarokkal, hiszen a mohácsi sokac népcsoportnak, vagy a mohács környéki sokac népcsoportnak a szokása a busójárás. De ugye ott például faragott állarcok vannak, ilyen tülkökkel feldíszítve, állatbőrökbe bújnak. Tehát hasonlóképpen kell elképzelni a régi farsangi alakoskodást is. Nagyon fontos része volt a téltemetés vagy áltemetés, ennek vagy a temetés paródiája igazából, így is nevezhetjük. Ez nagyon-nagyon sok területen megvolt. A Székelyföldön ott is, még talán a mai napig is szokásban van, hogy felújítják ezeket a farsangi felvonulásokat, és akkor ott mindig része az, hogy tréfásan elsiratnak egy embert, letakarják lepedővel. Ott él, úgy tudom, hogy több településen élő ember fekszik le, és akkor ő játssza el a halottnak a szerepét. De ugye ez lehetett bábú, kitömött szalmával, kitömött báb, vagy pedig, ha visszatérünk megint a mohácsi busójárásra, ott például egy koporsó jelképezi a telet, mert ugye ez a halott, ez általában a telet jelképezi, és őt búcsúztatják, őt siratják, és őt temetik el. Általában ugye nem temetik, hanem nagy tüzeket raknak ilyenkor, az a farsangnak ez is, a farsangi mulatságoknak, vagy felvonulásoknak ez is a része. És például a mohácsi főtéren ott ezt a koporsót, a teleti elképező koporsót dobják rá a mágjára, de ugye van, ahol pedig a szalmabábút dobják rá a mágjára. A farsangi időszakban több időjárás és termésjósló, valamint áldáskérő jeles nap van. Ilyen például január 22-e, amikor a szőlőtermesztők figyelték az időjárást, és a bortermésre következtettek belőle. Január 26-a, pálnapja a néphitben, időjárás, termés és haláljósló nap volt. A jeles napok közé sorolható még többek között február 3-a is, melyhez a Balázs járás hagyománya köthető. 2000-ben alapították a Magyar a Magyarért Alapítványt. A civil szervezet napjainkra a Tokaj város kulturális életének megkerülhetetlen szereplőjévé vált. Más szervezetekkel összefogásban konferenciákat szervez, táncházat, pasió játékot és betlehemes játékot valósít meg. Támogatja a határon túli magyarságot és a grafikusokat, festőket, szobrászokat, és a könyvkiadás színterén is jelen vannak. A Magyar a Magyarért Alapítvány 2000-ben alakult. Elsősorban a határon túli magyarság támogatására jött létre,
de a civil szervezet már a Tokajban és a környékén aktív szereplője a kulturális életnek. Művésztelepet működtetnek, tavaly Petőfi szobrot avattak, és évek óta szervezik a város betlehemes, valamint passió játékait. Emellett táncházakat tartanak, és a Tokaji Országzászlóért Egyesülettel közösen minden éven konferenciát szerveznek. Továbbá kiadványokat jelentetnek meg. Az alapítvány elnöke eredményesnek ítélte a 2023-as évet. A Tokaji Országzászlóért Egyesülettel közösen a minden évben rendezünk egy konferenciát. Ezen a konferencián neves történészek adnak elő. Egy-egy kiadványt adunk ki minden évben erről a konferenciáról, mint ahogy az elmúlt évben is kiadtunk egy kis könyvet, ahol megjelentek az előadások anyagai. Ilyen ifjúsági rendezvényeket csinálunk, a művésztelepet, kiadványokat tervezünk, kiadványokat adunk ki, és hát most elsősorban ennek a központnak, a népfőiskolai központnak a felújítás, épületfelújítás, illetve átépítése van folyamatban. Most elsősorban ebben vagyunk elfoglalva, de elég sok rendezvényt. Népzenei néptánc farsangot megrendezzük minden évben, most is január 26-án lesz. Itt Petőfi szobrot avattunk itt az ingatlanunk előtt, és szeretnénk, az már meg is állapodtunk részben az önkormányzattal, hogy itt kialakítunk egy teret, és ez lesz a Petőfi tér, hiszen itt a Bem utca, Táncsics utca egészen jó fog hangzani, hogy Petőfi tér. Közösen a helyi civilekkel és a papokkal, sőt a polgármesterrel minden évben megrendezzük a passió játékot, illetve a betlehemes játékokat, és ez egy ilyen jó kis jól összekovácsolja ezt a városi közösséget, vagy legalábbis egy részét, hiszen már 13. 14. alkalommal rendeztük meg ezeket a kis színdarabokat. Ez nagyon érdekes, ez a betlehemes, illetve a passió játék, mert ezt 13-14 éve minden évben megrendezzük, és vannak már olyan gyerekek, akik gyerekként kezdték, és most már felnőttként, sőt Jézust most már az a gyerek játssza, aki kiskorában, vagy 14 évvel ezelőtt egy kis epizód szerepet gyerekként kezdte el. Kicsit az épülő székházhoz visszatérve, milyen funkciókat, célokat is szeretnének, hogy betöltsön az épület? Kint az épület mellett az idénre tervezzük, hogy felépítjük a Makovec Imre nomád nemzedékházát. Ezt még a 78-79-ben még én is részt vettem, jártam ide a Tokaji művésztelepre ennek az építésében, és ezt újra fölépítjük itt, és ez lesz egy közösségi tér. Ez kiválóan alkalmas lesz arra, hogy itt ilyen, akár egy népzenei táborban, vagy táncházat szervezhetünk, rendezhetünk itt, amit egyébként is Bodrog keresztúrban már évek óta, de most már itt Tokajban is időnként megrendezzük. És elég sokan, hál' Istennek, sokan eljönnek. Ez szintén egy ilyen szép és jó közösségépítő tevékenység. Itt a házban pedig a garázs szintet átépítjük, abban lesz egy ilyen grafikai műhely. Itt az első szinten egy közösségi tér, egy irodával, egy ilyen konyha résszel, egy kiszolgáló résszel. Az emeleten pedig vendégszobák lesznek a különböző rendezvényeinken résztvevő előadóknak, illetve majd művészeknek, mert szeretnénk, hogyha
rendszeresen járnának az országból, határon túlról, sőt a világ különböző pontjaiban, nem csak magyar, hanem komoly értéket képviselő, mint ahogy a művésztelepen is komoly értéket képviselő művészek, ukrán vagy szlovák művészek is, lengyel művészek is részt vesznek. Nekik fogunk lehetőséget biztosítani, hogy itt akár 2-3 hétre eljöjjenek, jelképes összegért, és alkossanak itt, gazdagítva azt a gyűjteményt, amit itt a művésztelepen már eddig is létrehoztunk, ami majd a köztereket, illetve itt egy ilyen kis szoborparkot, illetve kiállításokat egész szép grafikai és festménygyűjteményünk van már. Ezeket be tudjuk mutatni, mint ahogy az elmúlt évben, és igen, Miskolcon volt az Alszakra rendezvény, és ott a mi gyűjteményünk adta az alapját egy nagyobb képzőművészeti kiállításért a Feledi házban. A tavaly felavatott szobor az első köztéri Petőfi szobra a városnak. A magyar állam, a miniszterelnökség, illetve a Bethlen Gábor alap kezelő ZRT támogatásával készülnek ezek a szobrok. Lantos Györgyi képzőművész, szobrászművész alkotása ez, és a Lakiteleki Népfőiskola ajándéka. A talapzatát ezt mi készítettük el, az alapítvány, illetve a talapzat kövét, azt Makoldi Sándor faragta, épp a művésztelepünkön. A már említett konferencia kötet mellett két másik kiadványt is megjelentettek 2023. decemberében. Dennyán Szabolcs elég sokat dolgozik nekünk, kiadványaink szerkesztésében is részt vesz, történészként is, meg szerkesztőként is, rendszeres, aktív tagja az alapítványnak, illetve a Népfőiskolának. Ezért örültem, hogy egy ilyen szép kis tanulmánykötetet meg tudunk jelentetni számára. Ez egy azért is nagyon érdekes dolog, mert ezeken a régi tokai okleveleken javarészt magyarul írták ezeket, és akkor össze lehet hasonlítani, hogy ki akkor ki mennyire is szépen írt és gondolkodhatott magyarul. És ezért nagyon érdekes és szép ez a kiadvány. A Makoldi Sándornének a Szőtes, a Gömöri gyűjteményéből, Szőtes gyűjteményéből írt szép kiadvány, nagyon érdekes és hiánypótló, hiszen egy nagyon hosszú történelmi folyamatot ölel fel, és megismerhetjük azokat az archaikus népi motivumainkat, amit alkalmaztak nem csak Gömörben, hanem szerte Kárpát-medencében, és ez egy csodálatos alkotás, amit hosszú évtizedeken keresztül gyűjtött. Az alapítvány idén egy történelmi és régészeti előadás sorozatot is tervez Demián Szabolcs és Makoldi Miklós szakemberek részvételével, melynek keretében Tokajban, Tarcalon, Bodrogkeresztúron, valamint Bodrogkisfaludon tartanak majd előadásokat. De a hagyományos táncházaikat és a művészeti alkotásaikat is igyekeznek elvinni a szomszédos településekre. Kedves nézőink, már ennyi fért műsorunkba, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!